Mit olvasol, Dávid? Mi ez a magazin a kezedben? Nem tudom, 500 forint baromi drága. Viszont hát attól függ, milyen a minőségért, meg kell fizetni. Hát, keresem. Keresed a minőséget? Várj, itt a főoldalon látok valamit. Várj, itt a főoldalon van valaki, aki... Megvan, jó, dupla oldal. Ki? Van még más cikk. Tehát minőségről beszéltünk. Azt akarom a rajongóinknak, és főleg azoknak, akik el akarnak engem mindig hallgattatni. Nem lehet. Nem lehet. Képtelenség. Most már nyomtatásban is ott vagy. Mondjunk egy pár szót erről a magazinról. Egység magazin, aki nem ismerné. És egy kicsit feljebb emelem, akkor látjátok, hogy egy igazi világsztár itt. Kac Dávid. A kasztántól ez a fickó, aki az egységet olvassa hol, így a, azt hiszem, fönt a várban. Na, ez bárított képet tényleg? Nem, ezt úgy, egyszer csak ugye az ére végére kaptuk. Hát arra mentünk, és akkor egyszer csak ott volt egy ilyen. Na, és ugye Dávid itt van magáról, a velünk való kapcsolatról, hogy hogy lett a Kérdező Rabbi műsor társszerkesztője. Hogyan hálózott be engem ez a Soros Ista rendszer. Ez a rendszer, így van. És azt mondja, hogy az első dolog, ami történt, az egy kaftán lopással kapcsolatos. De nem lőjük le a poént, hanem kedves olvasóink. Sajnos a hetedik parancsolatot megszegtem. Ne lőd le. De hogy van, hogy betél? Melyik a hetedik, a ne paráznák, hogy? Ja, akkor nem csak a hetediken. De ma olvastam, ugye betérés lesz a témánk, csak nem szeretnék ennyire előre szaladni, mert még csomó a témával is előhozakodnék. Például másodszorra vagyunk itt a Slomoék lakásában. Lakás, rancs, birtokán. Nagyon jól viselkedtél az előző műsorban, és úgy gondoltuk, hogy most akkor megint megérdem. És semmit nem kaptam legutóbb, itt ültem kiszáradva, megszedve. Nem igaz, kaptál mandulát. És most azt kell, hogy mondjam, hogy Lechaim. Dávid még a borra mondandó áldásra is emlékezett. Boré priagáfem, ezt lehet itt sokszor is elsőt? Hát, hogy Isten nevét nem említed meg, a teljes áldás az Baruchat Tádonáj, Eloheinu Melech HaOlam, Boré priagáfem. Floridából néznek minket. Csak legalább onnan. Marta Dobas, Stejankó. Egy pillanat, nem a flamingokat néznek, hanem minket. Az életre. De akkor mondd el az áldást, mert nem csak úgy bevetetted, Baruch. Mert most lenyelem a ingyen mandulát. Hanem egyébként mi a? Mandulás a Boré Prihájec, mert a fánterem. Ugye úgy van, mindenre van mondunk valami áldást. És szervusz, Gyuri, már leugranál a kioxba, hogy ott kapható lenne már a bor, vagy a mandula? Szerintem ezt a bort nem lehet sehol kapni, az annyira primáru. Nem csak meg. Nekik csak a Slomónak csapolják. Ez hihetetlen, hogy kapsz egy pohár bort, rögtön panaszkodni kezdve. Láttam a vallásos nőket, hogy tapossák a szőlőket, beraktunk az újságba, mandulát kaptál, kóser bort kaptál, és ez neked szóval ez a beraktunk az újságba, akkor az én Harvardi karrierem, akkor ez... Ez egy szintet lépett, egyértelmű. Nem korrupció, hanem hogy mondják ez, protekció alapján. Korrupció is, és protekció is. A korrupció jönne erről, már. Erről korrupció szól a zsidó vallás. A korrupció jönne már, nem csak ez az ócska protekció. Na, szóval a betérés... Nekem ízlik ez a bor, mert nem vagyok nagy boros, de... Ez jó, de így ez a... Csak péntek este. Erre a két szanakszra jól esik. Kezdesz elszemtelenedni, és ez így, azt hiszem, hogy félre érted ezeket a helyzeteket, hogy itt van ülünk nálam. Na jó, de szerintem eleget viccelődtünk. Félre is nyertem. Én nekem az érzésem, hogy megint fogunk kapni majd a kedves nézőinktől a fejünkre, főleg te, mert hát te vagy itt a bűnbak. Miért beszélgem? Sem szídnak. Hát ennyi bizony soha senki nem szíd. Soha. Mikor szídtak utoljára? Nem, soha nem szídnak. Mindenki csak dicsér, szeret. Egész életedben? Egész életedben. Mindig csak még a szüleid is mindig örültek annak? Apukám néha nem. De nem, de tulajdonképpen ő is. Ő is. Nem is tudod, milyen az, amikor valaki fölemeli a hangját. Nem, most elkezdenék veled hogy... kiabálni, akkor ez számodra egy kezelhetetlen életetlen helyzet. Egy kerek nem is kezdje el. Na, miután megfenyegettük kölcsönösen egymást, elkezdhetjük a heti témánkat, a betérés. Én jegyzeteltem is otthon. Na, készültél, Dávid? Két-három percet, ne vádolj meg azzal, hogy
Például olyan dolgokkal találkoztam, amikor... De itt van egy más oldalak is, ez egy más rabbiknak is fölteszel kérdést, vagy ez valami más téma? Hát nekem annyi rabbi ismerősen van. Ha belegondolok egyébként, látom, hogy csak rabbikkal szoktam találkozni. Na és mik a kérdései? Ugye ma este a betérésről fogunk beszélgetni, hogyha végre oda jutunk a pohár bor után. Olyasmit találtam, és akkor javíts ki, hogy, hogy ne, a betért zsidónak nem kell mind a 10 parancsolatot betartania, hanem csak 7-et? Nem, ez egy félreértés. Arról van szó, hogy a zsidóknak nem csak 10 parancsolatot, hanem 613-at kell megtartani. Jó, igaz, azért van. Volt csomó a szentélye kapcsolatos. Igaz, igaz, ezért a Maimonides azt mondja, hogy már úgy beszélsz, mint egy igazi bóher, egy már rabbi növendék, már egy rabbi növendék szintjén vagy. A Maimonides azt mondja, hogy a mai világban 83 parancsolatunk összesen megtartani, az összes többi az ilyen szentélye, ezzel azzal kapcsolatos. De mindezt azért kaptuk, hogy példát mutassunk az emberiség többi részének, többi népnek, akiknek 7 parancsolatot kell megtartani. Tehát a nem zsidóknak kell, a világ népeinek 7 parancsolatot, ezt melyik az a Noé 7 törvényének nevezzük. És, de akkor nincs közel a 10 parancsolat. Nincs, van egy kis átfedés, mert ez a 7 parancsolat, a Noé 7 törvénye. El tudod mondani? Megpróbálom, tanár úr. Ez az egyisten hit, a bálványimádás tilalma, ne ölj, ne lopj, most figyelj, ne paráználkodj, ne öld élő állat, vagy ne egyed élő állat húsát, tehát egy állat, az állatkínzás tilalma tulajdonképpen, az állatot meg kell ölni, mielőtt ennénk belőle, és a hetedik pedig, hogy állítsál fel egy olyan jogrendszert, ami a polgárjogi törvényeket kezeli, ne legyen egy teljes ilyen nihil, amiben semmilyen törvény nincsen, és teljesen szabadjára ennek engedve a dolgok. Jó, azért a hetes szám misztikája azért így a zsidó vallásban is elég erős, ugye, hogy a tfilinnél az a tekerés, amit megtanítottál nekem, és látod, hogy kitörölhetetlen emlékek közé tartozik, ott ült mellettem a kislányom, hogy egyébként, ha már a misztikumnál tartok, egyébként csinálunk egy adást, így csak előre így bekonferálom a kabaláról. Mindenképp, pláne, hogy összeindul egy kabala kurzusom, egy egész kurzus, hogyha szeretnél eljönni, de ha nem, akkor esetleg egy rövidített változat, és a nézők között van, aki szeretne a kabala kurzusra jelentkezni, akkor szeretettel látjuk. Szóval a kérdésre erre a válasz, a betért zsidó ugyanolyan zsidó, mint a született zsidó, ugyanolyan parancsolatot kell megtartania, de nem kell betérni, a zsidók nem mondják azt, hogy csak az az üdvös, aki betér, aki zsidó lesz, aki nem zsidó, nem az, hogy az is zsidóbbnak kell lenni, mint a született zsidó, szóval sokkal... Zsidóbbnak kell lenni a zsidónál? Igen, hogy sokkal több mindenen kell átesni, és sokkal szigorúbban kell megtartani így a szabályokat. Elvileg nem, a gyakorlatban ugye az a különbség, hogy az, aki született zsidó, az, aki született zsidó, hát az nem tudja elveszteni a zsidóságát, és akkor is, hogyha esetleg egy-egy parancsolatot nem tart, mert csak teoretikusan... De szigorúbban kell de a várjál, betét zsidókat számon kérni, vallási hát, szempontból. Nem, a különbség az, hogy a született zsidókat nem lehet számon kérni, mert csak a jó Isten kérheti számon. Tanítani lehet, hogy ezt meg azt kell megtartani. Ha valaki viszont azt mondja, hogy szeretne betérni zsidónak, nem vallásos zsidónak nem lehet betérni. Ha egy zsidó zsidónak született, és nem tartja a vallást, akkor nem vallásos zsidó, ugyanolyan zsidó. Ha viszont szeretné valaki betérni zsidónak, ahhoz mindent tartania kell, ahhoz viszont mindent meg kell tanulnia, és biztosak kell, hogy legyünk benne, hogy ő valóban meg is tartja azokat, amiket megtanított. De itt jön a törvényszerűen a kérdés, hogy amikor te betérítesz nem zsidókat, zsidóvá. Szépen ragozom? Szerintem jó. Szerintem szépen ragozom a vallásokat. Jó, mint a sületlen zsidó. Igen. És akkor a te lelki szemeid előtt az a történet játszódik le, vagy te mindenképpen úgy állsz hozzá, hogy egy vallásos zsidóval gazdagodik a közösségünk. Én úgy állok hozzá, egy zsidóval gazdagodik a közösségünk, de ő csak akkor tud zsidóvá lenni, hogyha zsidó törvényeket magára veszi, mert jó, számára de ez valaki... az újjászületésnek a pillanata, hogy magára veszi a törvényeket. És kedves olvasó és néző, megvártam, hogy befejezi a mondatot, nem tudom, hogy érdemes-e volt. Komoly fejlődés. Hogy érdemes volt, le kell ittatni, csak a normális kultúrát ember leszek. Hogy mit akartam kérdezni? Ja igen, hogyha a valaki odajön hozzá, hogy figyelj, zsidó szeretnék lenni, de előre megígérem, hogy tojni fogok nem a törvényekre, hanem minden esetre nem fogom tartani a komolyabb ünnepeket, akkor ettől függetlenül te
ugyanolyan hévvel. Nem, akkor ugyanolyan hévvel azt fogom neki mondani, hogy szerintem akkor nem biztos, hogy te zsidó akarsz lenni. Jó, nem tudod, hogy mit jelent, hogy zsidónak lenni, mert zsidónak lenni azt jelenti, hogy zsidónak lenni azt jelenti, hogy megtartod, megismered és megtartod a törvényeket. És igazából a betérés azért is ilyen. Akkor rangsoroljunk, hogy, igen. Hogy milyen indítékok lehetnek. Szeretném, hogy a gyerekem szarosra járjon, vagy minden esetre jó, neked lehet, hogy szaros, az nem éppen a leg... Szerintem az nem kell. Nem az, hogy szeretném, hogy a gyerekem zsidó legyen. Az egy erős sok? Az egy erős sok, csak akkor az egy bizonyos áldozattal jár azzal, hogy akkor bizony mindent meg kell tartani, és be kell jó, de hogyha így lehetne egyikén kategorizálni, akkor te melyik érvet szereted a legjobban? Melyik érinti meg legjobban a szíved? Elviekben... A betérés az arról szól, hogy valaki megismeri a zsidó vallást, és azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy ez a vallás és ennek a vallásnak a tanításai az igaz tanítások, amiket ő magának szeretne tudni, és szeretné gyakorolni is ezt a vallást, szeretne zsidóvá lenni. Tehát ez a legőszintébb indíték arra, hogy valaki zsidó legyen. Ha valaki szeretne zsidó közösséghez tartozni, nem annyira a vallási meggyőződésből, akkor az lehetséges, de el kell ismernie, vagy magára kell vennie, hogy a zsidó közösséghez tartozás nem szétválasztható a vallástól. Annak ellenére, hogyha valaki zsidónak született, akkor ő akkor zsidó közösség, vagy aktív, vagy inaktív tagja, ha nem tartja a vallást. De mindenképpen egy valláshoz szűrőn átkeresni, mert csak vallásos emberek tudnak betéríteni, ez és legitimizálni. De ez a dolog lényege, hogy nem vallásos zsidóvá nem lehet betérni, mert a nem vallásos az nem egy vallási kategória, a betérés, mert ez egy vallásos kategória. Itt jön viszont a kérdés, hogy mit jelent az, hogy zsidó vallás? És hogyha van több irányzata a zsidó vallásnak, akkor lesznek olyan irányzatok, akik másképp értelmezik esetleg azt, hogy mi a zsidó vallás, mint én. Mondjuk azt fogják mondani, hogy a szombatot tartani nem azt jelenti, hogy ahogy ezt én értelmezem, hogy nem szabad utazni, nem szabad dolgozni, nem szabad írni, nem szabad tüzet gyújtani, és így tovább, hanem valami más jelent. Vagy a kóserság nem azt jelenti, hogy ilyen szigorúan kell tartani a dolgokat, hanem valami más jelent. Akkor a betérés is más jelent. És akkor a kérdés az, hogy az, aki az ő felügyeletük alatt betér, az az én szememben zsidónak tekinthető-e, hiszen nem ugyanazt a zsidó vallást, vagy a zsidó vallásnak azt a formáját vette magára, amit én hitelesnek tartok. Van kitérés, mert hogyha valaki kikeresztelkedik, akkor be kell menni hozzátok, hogy... Sorry, ilyen nincs. Hogy akkor leadja a kártyáját. Leadom a klub kártyának, viszontlátásra. Sokan szeretnék, ha ez lenne. A lebeszélés alapszemléletéről. Nem baj, hogy megtörlöm a hamukat. Louis Armstronggal tartunk. Megizasztottál a kérdésekkel? Különösen, hogy ez a pohár bor is egy kicsit megizasztott. Egy pohár bor. De legalább. Reggel óta itt vagyok. Ne higgyék el. Most van először aztán fölött. Múltkor is azzal kezdted a műsort, hogy ha nem lennék berúgva, de azért aki ismer, az tudja, hogy nagyon ritkán vagyok berúgva, mondjuk évente kétszer maximum. De jó lenne, én is ilyen középbarátod lennék, hogy ezt a két alkalmat ugye... Meg vagy hívva. Köszönöm. Purim és a Tóra öröm ünnepe. Majd megnézem a kis filofaxomból, hogy éppen akkor mit csinálok. Jó, a lebeszélés alapszemlélete, hogy ugye nagyon régen, az ősidőkben, akkor az úgy... Várjál, vágjak a szavadba, csak engem is lesz olyan, hogy nem hagyom a kacot szóhoz jutni. Szeretném volt minden ilyen kedves nézőnek fölhívni a figyelmét, ha szeretnétek kérdezni valamit, és nem csak azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon ügyesek vagytok, itt kell, nagyon jó, nagyon ügyesek vagytok, akkor egyszer írjatok kérdéseket, hogy tudjunk rá válaszolni. Igen, visszatérve nálad. Jó, kell egy chatbotot így beállítani, egy automatik, miközben mi szövegelünk, hogy egy automatikusan válaszol a kérdésekre. Szóval a lebeszélés, ez régen hogy zajlott? Ugye úgy zajlott, hogy három bölcs rabbihoz megérkezett egy ember, aki be akar térni, és akkor ők elsők, akkor ilyeneket találtam az interneten. És akkor azt hiszem három körbe kell lebeszélni. Tényleg készültél rá. Nem egy térítő vallás. Egyébként szerintem így a kereszténység, ha most magunk között vagyunk, akkor sokkal jobb marketing stratégiát használ. Szóval maga az, hogy végigmentek Európán, és mindenkinek keresztül kicsit, mondjuk ha azt, tetszett, hogy erőszakosan. Hol szóval? Egyébként az, hogy a zsidó vallás nem volt annyira, mert nem tudott akkorát robbani, mint a kereszténység, ennek szerintem közvehetszik az, hogy nem, volt nem célja. Egy érítő. Nem volt célja, a zsidók nem azt hirdetik, és szerintem ez azért egy nagyon szép üzenet. Mi zsidók nem azt mondjuk, hogy ha jó fejek klublába akarsz tartozni, vagy kicsit arhaikusabban kifejezve, ha üdvös akarsz lenni, akkor legyen zsidó. Azt mondják, hogy minden embernek lehet közvetlen kapcsolata Istennel, zsidóként így, ha nem zsidóként, akkor úgy. Ha szeretnél úgymond egy ilyen
szerzetes csapatba tartozni, akik többet vesznek magukra, akkor legyél zsidó, de akkor ahhoz tényleg magadra kell ezeket a szabályokat, ezeket a törvényeket venni. Milyen és szabályai vannak? Mielőtt betérsz fel csak a lebeszélésről, és ez a lényeg a lebeszélésnek, nem egy technikai dolog, hogy kopogok, szeretnék zsidónak lenni, nem, menj el. Kopogok, szeretnék zsidó lenni, nem, menj el. És akkor ezt háromszor eljátszuk, aztán lehet megbeszélni a betérés részleteit, hanem ez arról szól, hogy... Ez a pénz? Nem, szó sincs erről. Hanem az, hogy... Egy drága dolog? Nem. Hát elvileg nem kéne, hogy pénzbe kerüljön. Akkor mindenki annyit, amennyit gondolja. Nem, ez nem erről szól, arról szól, hogy mivel ez egy folyamat, amiben megismered a zsidó vallást, ezért a folyamatot lehet rövidíteni? Nem. Üzleti érzéketlen, de nem. Hanem arról van szó, hogy nyilván az, aki téged tanít, aki nem biztos, hogy az a rabbi, aki betérít a végén, az általában lehet, hogy kér valamilyen tanításért valami zsinát, valamilyen kis díjat. Azok a rabbik, akik pénzt kérnek a betérésért, tehát effektív a betérésért, az kicsit ugye hitelességét megkérdőjelezi az egésznek. Visszatérve a kérdésedre... Lehet-e rabbi lebeszélés... beszélt zsidó? Pillanat, visszatérve a kérdésedre, a lebeszélésnek az a lényeg, hogy biztosak legyünk abban, hogy... De mik a kötelező mondatok? Biztosak legyünk abban, hogy te tényleg tudod, hogy mi az, hogy zsidónak lenni, és tudod, hogy mit válsz ezzel, mert ha egyszer betértél, onnan nincs visszaút. Ugyanúgy nem tudod leadni a klubkártyádat, mint az, aki született. Jó, de van egy betanult frázis, mint mondjuk maga egy ima, hogy ilyenkor azt el kell mondani, hogy... Nem, nincs. Ez nem egy ilyen formális dolog. Ez valóban nem. A tartalmáról szól, nem pedig a formális. Jó, lehet-e rabbi betért zsidó? Lehet rabbi a betért zsidó. Egy dolgot nem csinálhat az a rabbi, aki betért zsidó, nem törvényfénykezhet más zsidók felett. Ez a bibliai szabály, hogy egy betért zsidó nem lehet király, és nem lehet törvénykező, vagy bíró inkább, nem is rabbi, hanem bíró. Nyilván ennek az az oka, hogy ne álljon elő egy olyan szituáció, ez amúgy is egy nagyon kényes szituáció, amikor a hatalom egy olyan ember kezébe kerül, akinek aztán meg lehet kérdőjelezni a hitelességét, mondjuk a származása alapján, és ez egy kellemetlen, fölösleges, kellemetlen szituációt okozna. De rabbi lehet, és voltak nagyon híres rabbik, akik betér zsidók voltak. Például az első rabbi, aki lefordította a Bibliát arámi nyelvre, Unkelus, ő egy betér zsidó volt, vagy rabbi Akiva, akiről lehet, hogy már a versenyben is tanultatok, ő is betér zsidóknak volt a gyermekek. Kérsz még egy kis fehér bort? Ja, köszönöm. Ez a mandula után kutattam, de... Van a konyhában, de megsakítjuk az adást, és esetleg mehetünk. Jó, nézzük meg, hogy... Köszönöm szépen. Nézzük meg a kérdéseket, hogy egyetlen föl tudtuk el. Rábi, berakta egy 40 zacskóba. Ez nem igaz, és nem választott, hogy miért tartja a zacskóban. Majd mindjárt elmondom. Lehet, hogy azért a zacskót többbe került, mint a bor is. Csak majd mindjárt elmondom. Ha a nézők között van olyan, aki tudja, hogy miért tartjuk a bor zacskóban, akkor az egy extra piros pontot kap. Van-e olyan nézőnk, aki tudja, hogy bort miért tartjuk zacskóban? De ez valami... Vallási szabály, igen. Azt akartam mondani. Ez legyen a meglepetés. Egy gasztronómiai vagy? Itt vannak kérdések közben jöttek. Most a Josef von Kantor, miért nem lehet bíró? Ezt már elmagyaráztuk. Mi Gödény György, mi volt a leghosszabb betérés folyamat, amiről tudtok? Pár év. Isten kiválasztott népek közelebb van az Úrhoz, ezért is akarnak betérni. Mi pár év? Volt valakinek pár évig tartott. Nem diszka. Vart meg pár évig tart. Az első körben lebeszéltek, és akkor mondjuk fél évig. Nem, hanem hosszú az is, és aztán mit tudod, amíg eljut az a rabbihoz, esetleg a vizsgákon ügyetlenül teljesített, esetleg úgy látták a rabbik, hogy lehet, hogy a tudása megfelelő, de a gyakorlatban nem annyira tartja dolgokat, vagy a gyakorlatban tartja dolgokat, de a tudása nem megfelelő. Gyakorlat, nem írásos törvényekre alapozva, hogy miért cionistának a betélt zsidók, hogy miért zsidóbbak a zsidóknál? Ez egy nagyon jó kérdés, ez inkább pszichológia, mint vallási kérdés. Én lehet, hogy azért, mert tudod, ez egy ilyen kompenzáció, ami szerintem teljesen természetes. Hogy harsányabbá válnak? Hát szerintem, sőt, vannak bizonyos gátlások, amik nincsenek bennük, úgy, mint mondjuk egy, vagy nem feltétlenül vannak bennük, mint egy betért zsidónál. Különben ez érdekes, mert nagyon sok olyan ember van, aki mondjuk halakikusan nem zsidó. Hát azért cionistának, mert ugye azért voltatlanul az európai zsidóknak ott vannak az európai kulturális gyökerek. És neki nincsenek? Átugrott egy ilyen gyökér származást, és ezért nincsenek. Értem. Tehát, az első lépés. Igen. Már, nincs az érzés, hogy kicsit itt is vagyok, ott is vagyok, hanem hogy régen teljesen itt volt, most meg teljesen ott van.
Jó, miért Ruth a példaképe a betért zsidóknak? Hát mert nem is az, hogy a példaképe, hogy ő volt az első olyan zsidó, akiről konkrétan tudjuk, hogy mint Boáz felesége betért zsidónak, és sok mindent megtanulunk abból, hogy hogyan kell zsidóra válni. Például azt, hogy tulajdonképpen az a lényege, hogy ő a zsidó nép részé válik. Ő az első leírt, betért zsidó történet? Igen. Bár különben magának a betérésnek a szabályait, bocsánat. Nem tartotta részben, be. Nem, az részben tőle, részben magától a zsidó néptől tanuljuk, aki ugyancsak betért, az egyébként a kivonulás során. Mi a betérésnek? Amikor magadra vetted a zsidóság szabályait, mindent megtanultál, zsidó nép részévé akarsz válni, akkor három dolgot kell csinálni. Ezt még egyszer? Ugye ez egyébként a kivonulás során? Ne, nem jutok. Tudom, lelassultál bort. Hát nem, csak egy érdekes dolog. Magadra vetted, megtanultál mindent. Eldöntötted, és azt mondtad a rabnak, én mindent meg fog tartani. Mi az a ceremónia, ami által zsidóvá fogsz válni? A legvégén a fiú vagy, akkor körülmetélés, a lány vagy akkor nyilván nem. Utána rituális fürdőben, a mikvében alámerülsz, és amikor még állt Jeruzsálemben a szentély, akkor hoztál egy áldozatot a templomban. A zsidók ugyanezt csinálták, amikor kijöttek Egyiptomból. Magukra vették a zsidóságot, amikor azt mondták Mózesnek, hogy mennek utána a sivatagba. Hoztak egy áldozatot, a pészachi áldozatot, ugye a kivonulás ünnepének az áldozatát, és körül is metélték magukat. És a tóraadás előtt azt mondták, hogy rájuk szórtak vizet. Akik Egyiptomban a piramisokat építették, egyébként voltam egyiptomos, nem láttam őket. Jó munkát végeztek, igen. Jó munkát végeztek, hogy ők rendelkeztek előbőrrel, és volt egy ilyen csoportos körbemetélés. Amikor az áldozatot meg kellett hozni a kivonulás éjszakáján, akkor a Tóra azt írja, hogy körülmetéletlen emberek nem emelhettek az áldozatból. A Midrás... volt egy szakember, aki ebben segítkezett, hogy mindenki... Nem, várjál. A Tóra csak ennyit mondta, hogy körülmetéletlen ember nem mehet belőle. A Midrásból, a kommentárban meg tudjuk, hogy a zsidók jöttek, megérezték az illatát az áldozatnak, amit Mózes készített, és odajöttek Mózes, és azt mondták, szeretnénk enni ebből az áldozatból. A Mózes azt mondta, kolben néhár, le johálból. Széberül, kérdez meg a kislányodat. Egy körülmetéletlen ember nem ehet belőle. És akkor azt mondták, jó, hát mit kell csinálni? Erre Mózes azt mondta, fogjátok meg a kardotokat, előbőrötök előbőrét, és csak. Én egyszer fogok egy ilyen kóser étkezdét nyitni a 7. kerületben, ez a mondatban. Aki báránysültet szeretne enni, annak... Jó, figyelj, egyébként miért van az, hogy amikor felnőtt férfiak betérnek, nekem van egy ismerősöm, ő mesélte, hogy le kell húzni a gatyát. Hogy meg kell mutatni a betérésnek. Nem meg kell mutatni, nem le kell vágni. Már a előbört. Tehát... De nem úgy van, hogy 13 éves kor után csak meg kell szúrni, és akkor elmondanak egy imát? Nem, ez egy kavarodás. Hogyha valaki körül lett metélve, de nem vallási okokból korábban, mondjuk fityma szűkölete volt, vagy hasonlók, ezt majd egy orvosi műsorban kifejtjük. Én megyek oda át. Igen, ott folytatod. De... Te maga a körülmetés megtörtént, nyilván nem lehet másodszor körülmetélni, mert hogy mit vágunk ott már le. De valami aktus kell, hogy legyen, és ezért egy kis tűvel, egy egészen kis pontot kell rajta szúrni. Ez így igaz a betérésnél is, tehát ha valaki elmegy betérni 25 évesen, de korábban mondjuk volt egy ilyen műtéte, és fitmaszüklet, akkor megszúrják, és ugyanígy igaz körülmény egy zsidónál, hogyha egy zsidót körülmetéltek, de nem vallásokból, és ő szeretne egy zsidó nevet magának, mondjuk felnőttként, akkor a körülmetélés az annyiból áll, hogy kap egy ilyen kis szurit. Na, ezt nem fogjuk a műsorban megmutatni. Jó. Nincs olyan technika. Nem. A nanotechnika még nem tartott. Jó. Nézzük közben, hogy jöttek-e kérdések. Legyünk Horváth Mira azt kérdezi, hogy... Azokkal, akik éppen szeretnek. Nagyon megzavar ez a kamera, mert mindig a másik irányba kell hajolni. De nem fog többet inni, megígérem. Mira Horváth? Isten kiválasztott nép a közelebb van az Úrhoz. Ezért is akarnak betérni? Lehet ez egyfajta érdek is? Hogyan lehet ezt kiszűrni? Mira, ezek nagyon jó kérdések. Isten kiválasztott népe közel van-e az Úrhoz? Hát azt gondolom, hogy én nem vagyok kellően objektív, hogy erre válaszoljak. Gondolom, hogy azért, hogyha valaki magára vesz és tart mindenféle extra szabályokat, akkor az azért valami fajta plusz közelséget
eredményez. Megint csak akarnak betenni, lehet. Megint csak Salingert, és megint ugyanazt a regényt szeretném, a Franny és Zoe-t, amiből már idéztem, azt hiszem, két adással szemben, hogy ott azon tanakodott ez a két hiper intelligens gyermek, hogy a zsidóság az a tárgyalásról szól, a tárgyalás technika, ugye fölment Mózes, így megkapta egy 10 parancsolatot, többször föl kellett menni, beszélgetett, és a kereszténység meg a protekció, hogy akkor jó, akkor azt mondják, hogy ugye Isten fia, és akkor ott már semmiről nem tárgyalja. Nem, ezt te idézted egy műsorban? Nem, beszéltünk előzőleg erről a könyvről, csak mit idéztem, Frenézú, és két, arról szól, hogy szobában két nagyon intelligens gyerek, és a vallástól emlékezni. Persze, de nem tudom, hogy az előző adásban nem éppen mit itt... Nem ezt idéztem, aha, hanem másik. Az nem volt ennyire jó. Visszatérve Mirának a kérdésére, a másik kérdés az volt, hogy ezért is akarnak betérni, valószínűleg igen, lehet egyfajta érdek is, előfordul érdek, és ezt kell kiszűrni, ebben teljesen igazad van. Farkas Károly Robert kérdezi, hogy harmadik templom lesz-e a jövőben? Nagyon reméljük a hagyomány szerint, hogyha eljön a messiás, akkor fog felépülni a harmadik jeruzsálemi templom, azon a helyen, ahol most a Al-Aqsa mecset áll. Ezt majd valahogy ki kell csakkozni a arab testvéreket. Tényleg egy ilyen... Farkas Károly, nagyon... jó rebbert, meg is kérdezi, hogy Jeruzsálembe, gondolom, hogy Jeruzsálembe. Ilyen rasszikus csoport így létrejött a harmadik templom nevű szerzetesek. Ja, a szerzetesek nincsenek, de akik így nagyon nyomják, hogy ez legyen. Mit isztok? Kóser bort. Kedves Péter. Ez nem derül ki. Ja, bocsánat, látom, hogy a Golán fenségről érkezett, mert ugye parafa el tudom olvasni, de nem értem meg mindig, ja, ezt Golan, a zacskot. Golan Heights Winery. Ott nagyon sok... Kati Ballagó, szerintem azért van zacskóban. Na, jöttek a válaszok. Mert kóser bor, és ha nem zsidó hozzáér, az már nem kóser, hogy ne szennyeződjön. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy lájkot teszünk Katinek, nem pontosan megfogalmazás, egy kicsit diplomatikusabban fogalmazik. Arról van szó, hogy a bor... Miattam van bezacskozva? Nem miattam, mert nem... Ezt akartam mondani, hogy... Kezdjük előre, jó? De az egész család el van tüntetve, biztos, hogy miattam. Várjál, ha a kisfiam meglátja a Dávidot, onnantól fog, hogy már nem kóser. Nem szeretném, hogy negatív. 100 gyerekért, de mindig akkor itt vagyok. Nem 100, hanem 5. Mindig akkor itt vagyok. Tényleg síri csend, és azt tudom, hogy hol már, hol él Slomo családja. Szép. És ez egy fatyomkin család igazából. És még a bort is bezacskózza. Na, visszatérve tehát Katinak a megjegyzésére, tehát arról van szó, hogy a bor az egy szakrális ital. Azt minden vallásban vallási szertartásra is használják. Na, én ezt tudom, hogy szakrális ital, de hogy... Nézd meg, a hinduk, azok nem mondjuk, de nem tudom, tehát a zsidók, a keresztények, a különböző bálványimádó vallások, mind. Ennél bicska nyitogatóbb dolog nincs, hogy mondjuk ülök, és iszom egy kóser bort, és odajön, nem keresztény haverom, hogy figyelj, ihatnék egy kortyát belőle, és nem, sorry. Ez egy szakrális. Ne dűl, és nem adhatok elő. Ez durva. De engedd meg, hogy végigmondjam. Szóval, és erre az a szabály, hogy enni a kóser bornál az a lényeg, hogy mivel a bor az egy szakrális ital, ezért csak vallásos zsidó készítheti. Hogyha egy nem zsidó, vagy egy nem vallásos zsidó hozzáér a borhoz, akkor már tartunk tőle, nehogy véletlenül valamilyen bálványimádó gondolata legyen közben. Ez egy 3000 évvel ezelőtt. Kell téríteni a bort, hogy körül kell metélni a bort. Le kell venni a fitymáját. Na jó. Szóval, hogy nehogy véletlenül valamilyen vallási, valamilyen bálványimádó dologra gondoljon, és ezzel teljesen eltréfrizze a bort, mert a bor az egy szakrális ital. Mi a megoldás? Várjál, nem, mi a megoldás? A megoldás az egyik megoldás az, hogy a bort egy kicsit fölmelegítjük, nem felforraljuk. Úgy hívjuk, hogy forralt bor, nem az a forralt bort, amit a fesztiválon lehet inni, hanem egy kicsit fölmelegítve, és akkor az már nem fel meg a szakrális használatnak, és akkor azt már mindenki láthatja, használhatja. A legtöbb kóserbor ilyen. De vannak olyan kóserborok, amit nem forraltak föl, és az csak vallásos zsidó érintheti meg. És, megfejtettem, igen, hogy Slomoéknál van egy ilyen szír bejárónő, akinél észrevették, hogy meghúzogatja a bort, és azért nem, azt láttuk, hogy közül bálványimádó imákat mond, mormol, miközben kinyitja a frigidert. Nem, nagyon kedveljük különben azt a kedves hölgyet, aki bejárónő hozzánk, az csak az a műsort, akkor innen üdvözöljük. Anyámat. Na jó. Szóval, Kati, gratulálunk ehhez a megfejtéshez, köszönjük szépen. Bámosi Mónika
Majdnem lekéstem, sajnáltam volna, mert tartalmas és érdekes, ahogy Slomo mesél, az maga a csoda. Dávid viszont jól kérdez. Van egy hívás. Nem igazából ő az anyukám. Pavel Palinta. Várjál, itt van minden, Nagy Magyarország, stb. Neked mi a véleményed arra, hogy az ultraortodoxok nem állnak be katonának? Mi a véleményem erről? Az a véleményem erről, hogy érdemes meg kicsit utána menni, hogy miért nem állnak be katonának. Egyrészt egy nagyon nagy része az ortodoxoknak beáll katonának, például az én családomban mindenki. Te szimpatizálsz nem... a Melserim lakóival? Mert... Én mindenkivel szimpatizálok. Jó. Azért okay. Vannak olyanok, akik nem, azért nem állnak be, mert a izraeli hadseregnek a környezete, a közege nem kifejezetten egy vallásos zsidónak a közege. Tehát, hogy mondjam, nem feltétlenül minden az a strictly kosher szinten van, ahogy ezt egy vallásos zsidó szeretni. Nincs idő a napi háromszor imádkozásra, a tóra tanulásra, és itt tovább, és itt tovább. Azért egyre többen mennek el katonának, és szerintem ez azért szépen lassan meg fog oldódni. Magyar Magdolna, várjál csak, Artur elküldött egy kérdés sorozatot. Egy egész novellát, várjál. Egyetlen egy ember, meg sikerült 10 kérdést feltenni a betéréssel kapcsolatosan. És a Talmud szerint csak az a zsidó, aki vér szerint, az ti askenázi zsidók vér szerint gólyok vagytok, prozeliták. Rabbi, de hát akkor te jössz velünk a pokolba, hogy van ez? Na jó, akkor Magdi Magdolna elnézést, tegyük ezt a kicsit helyre. De senki nem megy a pokolba. Függetlenül, hogy zsidó, nem zsidó, ahogy te vagy önnevezett góly, senki nem megy a pokolba, az megy a pokolba. Te most nem esetleg... ezt a kifejezést? Nem technikus terminus? Nem szívesen. Mert? Hát, mert ez egy ilyen... Bántó? Igen, egy kicsit ilyen pejoratív. Nem mondom, hogy erről a közegről. De ezt tudjuk, hogy egyébként miből ered ez a kifejezés? Magyar nyelvben? Nem tudom. A héberben van ilyen gehenom, az gehena, ugye magyarul. Ez arról szól, hogy ha valaki vétekkel a lelkét megsértette, akkor ez egy megtisztulási folyamat, és mint a purgatórium mondjuk a kereszténységnek. De ennek semmi köze, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó. Roma kifejezés, mert előttag nagyon sok roma kifejezés került a magyarországi zsidó nyelvbe, és oda-vissza, igen. Én csak arról hittem, nagyon sok zsidó kifejezés. De ő nem kérdezem meg, hogy mondj egy példát. Kérlek, mondj egy példát. Nem tudok, de egyszer olvastam. De várj, Magdolnára térjünk vissza, tehát kedves Magdolna, nem azért megy valaki az édenkertbe, vagy a pokolba, mert zsidó, vagy nem zsidó, hanem azért, mert jó ember, vagy esetleg letérni a jó útról. Ez az első nagyon dolog. Jó kérdés, bocsánat, elnézést. Már 10 az, kérdésből... De felfejezem, de Magdolna nem tudja, hogy pokolba fog-e menni. A másik pedig, hogy askenázi zsidók vérszerinti gólyok-e, nem tudom, valóban van egy a kazárokról, te is akartál beszélni, erről majd később beszélünk, de ez teljesen értelem, mert az, aki betér zsidónak, az ugyanilyen zsidó, a Talmud szerint is, nem csak szerintünk, mint az, aki született zsidó. Nagyon jó kérdésem van, vagy én úgy értékelem, és ha én úgy értékelem, akkor valószínűleg nagyon jó kérdés. Hogy a szülők nem zsidók, nem keresztények, és gyerekük betér zsidó a vallásba, szabad-e kadis mondani a szülők halálát? Mondd újra, melyik közben Molnár Eszter kérdését figyeltem, kérlek, ismételd el? Jó, engem meg közben bejelölt valaki, azért fontos, hogy itt nem tartjuk. A szülők nem zsidók, hanem keresztények, eddig stém, ugye? Hogy a gyerekük betért zsidó betért a zsidó vallásba, szabad-e kadist mondani a szülők halál után? Nagyon jó kérdés. Nem az a kérdés, nagyon jó kérdés. Tehát még egyszer, a kadis, a kedves nézőnek nem tudnák, a kadis az a gyászima, amit egy éven keresztül a elhunyt a gyermeke, testvére, felesége, férje van a halott után, apja, anyja. És az a kérdés, hogy egy nem zsidó szülő után mond-e a zsidó gyermek, hogyha ő betért zsidónak, kadis. Ez egy nagyon komplex kérdés, amiben viszonylag hosszú válasz. A Nobel-Ander Rabbi foglalkozott ezzel hosszabban, meg lehet állni zsidóknak olyan hosszú választ. De valójában oda megy, fut ki az egész, hogy az nem kérdés, hogy mondhat-e. Mert mondani mondhat, hiszen a kádis az Isten nevének a dicsőítése, azt bárki mondhat. Isten nevét bárki dicsőítheti. Inkább az a kérdés, hogy kell-e mondania, hogy kötelező mondania, nem kötelező, de mondhat. Ki kérdezte ezt a kérdés különben? Jó, de a kérdés az nem úgy történt. Artur küldött egy... Végkérje a végén. De hagyd mondjam, mondhatom? Igen, Nemes Imola. Imola. Kedves Imola, hogy nagy jó kérdés volt. Egyébként lehet,
hogy minden adás után így az a adás kérdező, a hét kérdező. Igen, a legjobb kérdező. Na, de tettünk. Ez a kettős dolog, ez úgy van, hogy ugye időt és helyet adnak a Jom Kippur után, így a javíts ki, mert lehet, hogy csak így töredezett az emlékem, hogy akkor akkor most olyan mond kerés, hogy akkor van egy olyan pillanat, amikor a zsinagóga az ő kerisával foglalkozik. Szóval nem tudom, mi sorban. Hogy melyik az az ünnep, ami után ugye kifejezetten egy kiemelt helye és ideje van, arra, hogy az ottani, a zsinagóga közösségében lévő tagok, így elmondhatnak külön kérdést, és akkor mindenki arra figyel, hogy kaphat-e külön figyelmet egy ilyen iszkor. Nem tudom, mire beszélek. A iszkorról van szó, egyre jobb, már tudtad a borra az áldás, mindjárt körülmetélünk, hogy megszúrunk. Nagyon elérzékenyülök, amikor... Igen, vagy pedig, nem mindegy, tehát, hogy a kérdésed állnak az, hogy van egy szokás valóban, hogy minden nagy ünnep második napján, vagy utolsó napján van egy iszkor. A iszkor az az, amikor mindenki kimegy a zsinagógából, akinek élnek a szülei, akinek élnek a szülei, vagy egy szüleje nem él, az bemarad, és egy külön imát elmondunk a szeretteinkért, a halottunkért. Ebben magában lehet foglalni, hogy nem csak a szület is természetesen. Ez a kérdés. Kurcz Tamás úgy tudta, hogy bor csak péntek este isznak. Nem péntek este van? Nem péntek este, rosszul tudta Tamás, abban igazad van, hogy péntek este mondjuk a kidust, nem a kádist, hanem a kidust a borra, elmondjuk az áldást, amivel beköszöntjük az ünnepet. Törő Gábor kérdez, annak mi az oka, hogy ma már a zsidók sem borulnak, térdelnek le ima közben? Rengeteg helyen olvassuk a Szentírásban, hogy leborult, földre borult és hason. Nagyon jó a kérdés, Törő Gábor. A válasz erre a kérdésre az, hogy egyrészt azért nem, mert ezt a leborulást, ezt a szentélynek, a jeruzsálemi templomnak tartjuk meg. Ez az oka annak, hogy nagyon sok olyan szertartásbeli dolog van, amit ma nem csinálunk a zsinagógában, mert meg akartuk tartani a különleges helyét a szentélyben, a jeruzsálemi templomban. Például ez az oka annak, hogy hagyományos zsinagógákban nincsen orgona vagy hangszer, mert azt is csak a jeruzsálemi templomban használtunk. Ha jön a messiás, felépül a harmadik templom, így legyen, akkor kik lesznek ott a főpapok? Nem lesz egy ilyen elitista küzdelem? Nem, hát a papi törzs tagjai. Azt ma is tudjuk, hogy ki a kohanita. Például te. Kac, kohén cedek. Szent kohanita. És te fogsz engem hívogatni végén, és nem én. Léci, egy protekciót, szeretnék egy bárányt. És ha már itt tartunk, akkor a betérés és a kohanita, hogy... Ha valaki betér, nem tud kohanitának betérni. De nem az, hogy nem betel betért asszonyt kohanita. Én eddig nem szektem meg. Jól van. De Gábornak még a kérdésére visszautalva, hogy a leborulás, letérdelés ima közben egyszer egy évben leborulunk ma is. Egyszer egy évben leborulunk ma is, és ez pedig Jom Kippur napja, a legszentebb nap. Na, ez egy nagyon jól sikerült adás volt. Szeretnéd befejezni? Ez még van még egy pár kérdés itt. Válaszhoz gondolom. Molnár Eszter, dolgoztam kóser konyhán, igen, nagyon jó, igen, Gödény György. De te is jól éreztem magad? Én nagyon jól éreztem magam. Ez sokkal jobb, mint a Vidimet, sajnálom, eddig nem néztem. Ezentúl figyelem, köszönjük, Vilmos, köszönjük. Örülök, hogy nyitott a rabbi, Farkas Károly Robert, én is örülök. Háj, hogyan lehetek olyan jó a paradicsomba kerüljön? Hát, vagy, ha nem zsidó vagy, tartsd meg a hét itt a szabályt, amit az adás elején elmondtunk. Ha nem voltál itt az adás elején, akkor nézd meg az adás elejét. Ha pedig zsidó vagy, akkor 613 parancsolatot. Szia Marika, Benben, üdvözlet, Komlódi Lóránt, hallod, Rabbi, akkor most a 6 millió hulla a második világháborúba, vagy nem? Mert láttam Auschwitzba, hogy kétszer most, azt hiszem Lóránt egy másik műsorba szerette volna bejelentkezni. Igen, drága Robikám vagyok, Gábor Törő. Az 5 Mózes 10-ben úgy olvasom, az örökkével a másodszor is saját kezével írta a 10 parancsot, csak nem az úgy, azt már Mózes írta. Erre visszatérünk Gábor a következő adásban. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, Dávidnak mennie kell, nem, minden adás a topon kell abba hagyni. Az a problémám, hogy a kulminált pillanatban, az a problémám, hogy ugye én mindig vágok egy rövidített 10-12 perces adást ezekből a fél órás beszélgetésekből, ami most is 40 perc dagad, de most nagyon nehéz dolgom lesz.
mert annyira jól sikerül. Igen, maximum az, hogy kivágás. Így elfelezett középen. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk, lesz Sólet Fesztivál, ne felejtjétek el. Tartsuk közel. Augusztus 26-án, hogyha valaki véletlenül holnap a Szigetre megy, akkor én ott fogok forgatni. Ja, mert hogy kint vagyunk a Szigeten, és a rabbit a Szigeten is lehet kérdezni, a Kérdezd a Rabbit sátornál. Csak nem lesz ott az a nagyon sátornál. Jó képű ahány a fiú, aki ott itt mellette. De nem megy ez még, hogy hogy kell csinálni. De látjátok, Sólet Fesztivál, augusztus 26 vasárnap 11-21. Mindenkit szeretettel várunk, kóser a Sólet. Isten áldjon mindenkit. Találkozunk két hét múlva.